Na, újra itt vagyok. Lehet, hogy a Dark Souls 3 nem kompatibilis a Twitch-sel, vagy tényleg olyan, mint a... Láttam egy ilyen tök jó gifet a napokban, még a megjelenés előtt, valaki Steam-en meg akarta venni a játékot, rákattint a vásárol gombra, és akkor kírja neki a store, hogy you died. Ez valami hasonló lehet. Hát én nem, komolyan nem értem. Most azt fogom csinálni, hogy egy icipici szünetet tartok itt a kooperálási szándékaimban, és visszamegyek a Bonfire-rel oda, ahol tartok. Egyébként ez tényleg röhely, tehát szegény Dregnél az internet fogyott el, vagy nem tudom. Lehet, hogy valószínűleg a PS4-es Twitch app adta meg magát. Nálam meg olyan, mintha... Most azt nem tudom tényleg, hogy a játék fagyogat letöltéskor... Jaj, már megint jó van, most megérkeztünk. Na, és most ugye nem is látok summoning signokat, meg én se parázslok, mert hogy meghaltam. Úgyhogy most ha akarnék Jolly Cooperation-nel szórakozni, akkor bizony most itt be kéne tolnom előbb egy embert. Közben eszembe jutott, hogy kaptam ezt a Dark Armort, ami nekem még mindig csak 10 vitality-m van, tehát a nehéz páncélok nagyon nem fekszenek. És azt nézem, hogy nekem ez a Fallen Knight Armor, ez is ilyen elég emo. Ó, bezzeg az Invader jelet, azt látom. Tehát ez a Fallen Knight Armor is ilyen elég emós kinézetű, de a Dark Wraith-ek armorja az aztán ilyen edgy. Igen, rögzítem OBS-sel, de hát csak gondolod, hogy ez a baja? Hát egyébként lehet. Jaj, most, hogy mondod ezt a rögzítem-e OBS-sel dolgot, lehet, hogy ez bekavar az FPS számnak, és emiatt erre valahogy érzékeny a játék? Ezen most eddig nem is gondolkoztam. Lehet, hogy ez nem ízlik neki. Na mi van? Hol a dark kesztyű? Vagy olyanom nincsen? Leather, brigand... Összevásároltam egy csomó kesztyűt, vagy ilyen csomó páncélszettet már az NPC-ktől ott a tűznél. Azok elég jók. Na jó, hát minden esetre akit így megmozgat a kóp, remélem nektek jobb tapasztalataitok lesznek, mint nekem eddig. Ezt az MO szerelést nézzétek meg. Na. Tiszta ilyen... Nem is tudom, csontvásszerű ruci. Annyira nem szerettem ezt a páncélszettet a korábbi részekbe sem. Inkább csak úgy poénból hordtam néha. Á, igen. Nem tudom, hogy... Aha, írod, hogy valószínű, hogy az OBS meg a DS3 együtt egy kicsit sok a procinak. Igen, ez mondjuk lehet. De érdekes, hogy... Ja, lehet, hogy megpróbálom úgy, hogy nézzétek, csak ilyen férges lettem, úgyhogy gyorsan a fákjával lerohasztjuk. Lehet, hogyha a streamnek a minőségét lejjebb veszem, akkor már nem fog ennyire fájni neki. Azt mondjuk már a korábbi streamben is említettem, hogy igen, itt most a DS2-vel ellentétben érzem a gépemnek a korlátait, tehát egy kicsit néha belassult a streamtől a játék. De ilyen fajta fagyás még nem volt. A múltkor teljesen máshogy fagyott le. Elvileg egyébként itt is... Hát én gondolom, hogy lesz majd valami boss. Egy kicsit egyébként szétágazott a játék most ott, ahol éppen tartottam. Tehát a nem is tudom, Forest of Crucifixion, vagy minek hívták azt az erdős helyszínt, ahonnan aztán eljöttem a Farron's Keep-be, vagy Farron's Keep-be. Ott érhető el ez az Abyss Watchers boss fight, amit az előbb itt megpróbáltunk egy pajtival közösen. És
Ugyanakkor meg el tudtam jönni erre is, ennek a helyszínnek most nem jut eszembe a neve. Ez a... Valami ilyen katedrális, vagy valami ilyesmi neve van. Ó, ezt ott hagyjuk. Ez már bukovári. Közben inkább elrakom az íjamat, mert így már 70% fölé ment a súlyom. Itt inkább megtartom a kezemben a fákját. Ez egy olyan helyszín, ahol szerintem még ezek a férges dögök jönni fognak. Igen, itt jöttem, meg ott van a bonfire nem messze. Vagy már nem is tudom. Itt egy kicsit megzavarják még az új helyszínek az amúgy se annyira brilliáns tájékozódó képességemet, de ha jól látom... Nem tudom, ez most hol van. Nézzünk csak ide be. Ja, de itt már voltam tegnap este is. Azt mondja, ha, it's a shortcut, therefore be wary of ladder. Hol van itt létra? Hát én vak vagyok, esküszöm, de nem látok egyelőre itt létrát. Lehet, hogy majd valahonnan nagyon föntről le fogom tudni engedni a létrát. Én most itt egyelőre nem látok ilyet. És tényleg néha egy kicsit beszaggat a játék. Ja, de hogy tiszta hülye vagyok, jó, látom hol vagyok. Aha. Itt van egy ilyen jópofa szörny, ezt megölöm. Ezzel már találkoztam pár helyen, egy ilyen elég combos vagy tápos jószág, ez a kristály micsoda. Baromi jól néz ki, egyébként a külsejét, ilyen sorcery támadásokat, vagy magic damage-eket nyomat, igen, kedvesen. A játék legelején egyébként, ha tényleg a legelején elkanyarodsz a, vagy kanyarodtok itt a rendes irány helyett, azt hiszem jobbra, akkor ott is van egy ilyen dög. Ők általában egyébként Tinkling Titanite-ot szoktak dobni. Töpödött is kaminál, ez az. Nem, bocsánat, nem, Titanite Scale. Igen, a legutóbbi is ez dobott nekem. Mert nem is tudtam, hogy ezeket a kristályokat össze lehet törni. Ezek így úgy látszik, hogy körben nőtték, ahogy itt szentézett. Szia, Szefi! Téged valamiért mindig selfie-nek akarlak mondani, pedig esküszöm, hogy nem szoktam selfizni. Vagy csak extrém ritkán. Például Hideki Kamiával a Gamescomon. Here. Igen, itt is voltam már tegnap. Itt egy gyűrű van, vagy volt, mert már felvettem. Megint megférgesedek. Viszont itt most más nincs, tehát én itt most egy picit nem vagyok a helyzet magaslatán. Illusory ball ahead, igen. Ezeknek a kommenteknek a többsége ilyen troll komment szokott lenni. Eddig összesen 2 darab illusory volt, vagy illusory... Nem, illusory, maradjunk ennél. Összesen 2 találtam a játékban. Az egyik ott van a Firelink Shrine-nál, hogyha megveszed az öreg Firekeeper asszonytól a toronynak a kulcsát, akkor ott fel lehet menni mindenféle finomságokat összeszedni, és többek között ott van egy illuzóriból, és egy tök jó gyűrűt lehet ott összeszedni, ezt a Covetous Silver Serpent Ringet, ami elég hasznos, hogyha több lelket akarsz, vagy gyorsabban akarsz összefarmolni lelkeket. Mert hogy azt tudja, hogy az ellenfelek egy kicsit több lelket dobnak. Viszont én itt most elég tanácstalan vagyok, hogy itt én most nem tudok tovább menni, tehát lehet, hogy nekem mindenféleképpen az Abyss Watchers... Ja, most visszajöttem a Bonfire-höz. Lehet, hogy mindenféleképpen meg kell ölnöm az Abyss Watcher-öket.
Mert hogy itt van ez a bonfire, és innen nyílik még egy pár ajtó, amik innen persze pont az én oldalamról nem kinyithatóak. Aha. Ez majd valami ilyen központi helyszín lehet, ahova több út is visszavezet, vagy én nem tudom. Ja, meg itt állnak ezek a jó emberek, akik itt imádkoznak. Ezt nem tudom, hogy a kútba bele lehet-e ugrani, nem mertem megpróbálni. Elég feketének tűnik az alja nekem. Charmer ahead. Friend ahead, therefore try rescue. Mi van? Hát én nem hiszem, hogy ez nekem jó lesz. De végül is itt vagyok a bonfire-nél. Ha meghalok, legfeljebb kisétálok is össze. Ó, Hali! Hát ez mi volt? Ez egy ilyen öngyilkos merénylő volt, ja ő masírozott itt a sírok között, és tiszta hülye vagyok, most nézem, hogy itt vezet föl egy lépcső. Erre szerintem még nem voltam. Aha! Erre kell jönni. Jó van, Clarica megtalálta szép lassan a további vezető utat. Kicsit sokáig tartott. Kellemetlenül sokáig tartott. És érdekes, nem akarom elkiabálni, de most, hogy nem akarok kópolni, most a játék sem fagyott még. Ó, nézzétek csak, ezek itt folyamatosan feltámadnak. Ez nem annyira egészséges. Itt fönt is van egy ilyen obeliszk, ez... Nem tudom, hogy nekem jó-e bármire is. Mondjuk kicsit gyanús, hogy ott lent egy ugyanilyet imádkoznak körbe. De... Hát reméljük, hogy nem ezzel... Szammonolódnak folyamatosan újra meg újra ezek az arcok. Adjál! Érdekes, amikor meghal, megkapom érte a lelkeket, mondjuk csak szaros 22 lélek. De közben meg jönnek szépen vissza, meg ott is csücsükélnek. Úgyhogy lehet, hogy most csak itt átvágom magam rajtuk, aztán... Megyek a dolgomra. És folyamatosan jönnek és jönnek. Hagyjatok engem végébe! Na, érek rá veletek szórakozni. Na, fogjuk fel egy ilyen temitúrának. Bár ez annyira nem... Na nézzük, még van itt valami. Annyira nem egy szép temető, mint mondjuk nekünk a kerepesi temető, ahol a nemzetünk nagyjai nyugszanak. Na, figyelj! Ide lenézek, hát ha itt lent is van valami jó. Látom, hogy itt ülnek egy kicsit elkenődve. Szóval ez nem annyira látványos, meg szép, mint egy kerepesi temető itt Budapesten, de ma estére beérjük vele. Mindenhol ülnek ezek a depressziós halottak. Ó, na, mi vagy te? Úristen, mi történt veled? Kinőtt a hasadból egy másik valami. Egyébként nekem az a sanda gyanúm, hogy itt esetleg lehet, hogy van valami olyan szörny, tudjátok, mint a Bloodborne-ban is volt, meg korábbi Dark Souls-okban, akit hogyha levágunk, akkor ezek a szarok nem jönnek többet. Tehát nem hiszem, hogy ezek itt végig jönnének. Most csak itt körbe futom a terepet, amerre még nem voltam, hogy feltérképezzem, hogy mi újság van. Oh, hello! Igen, ez itt nem annyira egy szerencsés vidék. De én nekem most nincs kedvem veletek szarozni, nem egy másikra. Jaj, nem. Azt hiszik, nem látom, hogy itt fetrengenek. Ez itt az elfekvő. Executioner's Great Sword! Úristen! Vagyok itt, hol? Engedjetek! Ezek eléggé le vannak lassulva, de a többiek egy kicsit be voltak speedezve hozzájuk képest. Itt bandukolnak. Délutáni sétájukon vannak. Túl vagyunk a teaidőn, vagy nem tudom.
közös foglalkozás, délutáni napon oszlás, vagy nem, tényleg nem tudom, még nem voltam ilyen temetőben lakó élő halott. Szia Rotten! Hát közlöm veled is a rossz hírt, hogy a nagy Jolly Cooperation az nem annyira akar összejönni. Lehet, hogy a saját processzorom gyengesége miatt. És azért, mert rögzíteni próbálom a streameket. Nézzétek, itt végre jön valaki, aki nem tűnik annyira életképtelennek. Jaj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 
Hú, benéztem a szoknya alá, pedig nem akartam. Ja, ott le lehet menni a lépcsőn is. Jó, akkor legurulok, mert úgy látom vissza lehet majd jönni föntre. Itt is mindjárt sokan leszünk, úgy érzem. Ajaj! Már megint? Valaki már megint dobál? Ez remélem ugyanaz az óriás. És nem egy másik. Akivel már össze barátkoztam. Ez mondjuk nem rossz, hogy ideiget állom dobni. Az úgy elég korrekt. Nem tudom mondjuk, hogy hasznom ebből mennyi van. Hogy ő ide dobálgat. Kicsit mindig bűntudatom van, mikor ezeket a fiatal fegyirágacskákat összeszedem. Jaj, nem vettem észre, hogy férges vagyok. Azt próbálom megállapítani, hogy honnan jönnek a dárdák. Én nem is látom. De gondolom, hogy a barátom a medvesajt, mert hogy engem gyanúsan nem sebzett. Tehát itt elég közel csapódott be némelyik, és hogyha nem velem lenne az illető, akkor szerintem meghaltam volna. Azt mondod, itt többet halok? Az lehet. Most eddig még nem haltam meg. Én most olyan területeken járok, ahol szerintem ti már jártatok draggel, vagy akár a saját játékotokban. Tehát itt most inkább azt sajnálom, hogy sok újat nem lát senki, bár legalább spoilert se. Lehet, hogy itt most ma este tényleg én vagyok az egyetlen, akinek mindez új. Na. Ej, de sokfele el lehet itt menni. Ez mi? Ja, az csak egy összetört váza. Azt mondja, try right. Hát attól függ, honnan nézem ezt a feliratot. De most eljövök erre. Őt itt hagyom googolni. Treasure ahead. Aha, igen, csak olyankor mindig van valami disznóság is. Titanite shard. Ott kolbászoltam az előbb. Szerintem ott is van még, amerre nem néztem el rendesen. Próbálom itt feltérképezni a terepet, hogy ez ott az a híd, amin korábban voltam, a mocsár fölött. Arra fele van Lothric. Hát nem tudom, hol lehet a torony, amiről az óriás dobált. Try charging, but hole. Mi van? Miért akarják charge-olni? Jaj, jó, most megértettem. Oké, ez egy pervers komment volt. Jó, oké. Valaki a kommentben bátorított, hogy így hátulról kicsit rohanjak rájra. Nem tudom, érdekesen sírra, vagy odahalt ember. Ha, és most nyitottam meg a shortcutot, amit meg egy korábbi üzenet említett, úgyhogy oda most nem megyek le, mert hogy akkor csak visszamegyek a helyszín elejére, hanem itt megyek szépen tovább fölfelé. Jaj, még valaki jött. Little Brown. Hello. Olyan, nem is tudom, ilyen rikító zölddel írta ki a nevedet a Twitch, hogy alig bírtam kiolvasni, erről nyilván nem te tehetsz. No, mindjárt elmegyek arra, csak egy kicsit itt fölmérem a terepet. Nyilván ide fogunk bemászkálni.
Marha jók ezek a szobrok. Item ahead. Hát ezt megtaláltam volna magamtól is. Rusted coin. Az egy tök jó tárgy a farmoláshoz. Hú, de jól néz ki, tényleg nagyon szép ez a helyszín. Jó messzire el lehet látni. Van egy hangulata. Itt is ülnek ezek a szomorú nénik az oszlopokon. Eléggé Bloodborne-os egyébként most ez a rész megint ezekkel a fölfelé vezető hosszú lépcsőkkel, bár nyilván hülyeség ilyet mondani, hiszen a Dark Souls-ban is voltak mindig ilyenek. Ó, ez mi volt? Ó, 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 van, meghaltak, vagy ez mi volt? Valakik ott meghaltak. Na, viszont az íjász legalább leesett. Az mindig egy jó dolog. Örömteli. Áh, ez rossz volt. Azt hittem gyorsabb leszek. Na, gyere babám, gyere. Na, nyughass. Elég sokat sebben, nem tudtad nekem. De komolyan a többiek azok itt mitől haltak meg? Itt egyszerre. Firebomb. Felrobbantották volna magukat? Vagy mi volt ez? Innen is lenézünk. Jól néz ki ez a tető, de úgy látom, hogy oda nem lehet fölmenni, meg nincsenek rajta tárgyak. Itt viszont kellett nekem tetőt emlegetni, már is lehet tetőn menni. Aha, ott lóg valaki. De jó. Jól van, barátom. Ritka az, amikor túljárok a játékeszén, de... jaj, jaj. De ez most olyan lesz. Szépet fogsz nyekkenni. Ó, ilyen kis tiefling. De nem jött zavarba, egyszerűen lepottyant. Most ott gubbasz tovább. Olyan, mintha észre se vett volna. Célozni ezt nem mondom, hogy tudok. Nálad piros. Egyébként ti látjátok a streamet? Nálam most épp mintha megállt volna a kép. Itt a laptopon. Kérlek mondjátok, hogy nálatok nem. Ez a DS2 öngyilkos merénylőinek egy ilyen újabb változata. Erre tessék. Ti látjátok, jól van akkor. Én most már tényleg ilyen paranoiás vagyok azok után, hogy itt sorozatosan szívjuk meg ma este a technikával. Úgy. Na tessék, már megint. Gyere, robbanj fel, gyere! Ó, ja értem, most értem, hogy az előbb hogy haltak meg ott a fajtik a tetőn. Hogy vannak ezek a robbanós csávók, akik itt néha egymást is kinyírják, vagy itt a többieket a... Aha, Jézusom! Erre most nem számítottam. Köszi a megerősítéseket, hogy nálatok megy. Jól van, akkor csak nálam... Nálam rakja a gép. Vagy a kép. Na, hála Istennek, hogy megnyitottuk a shortcutot. Nem kell olyan túl sokat visszamenni. Elég gyorsan ott leszek. Csak meg ne halljak, amíg a lelkeimig elvergődök. Hogy is megyek én oda a legegyszerűbben? Fákjámat megint bekészítem, ha már elraktam. Csak egyszerre nem bírom magamnál tartani a kardot, a fákját, meg az íjat, mert... Igen. Mert fetrol. Túl kevés a vitality. Na, kupa. Már.
megy föl ez a csík, és hogyha kimaxolódik, és nem potyogtatom le magamról a férgeket, akkor sajnos... akkor kapok egy elég durva bleed damage-t. Na, szuper, itt van a létra, amit megnyitottam. Vagy leengedtem korábban. Úgyhogy pikpak ott leszünk, ahol elhaláloztam. Na jó, a pikpak túlzás. Azt mondjuk nem értem, hogy itt a létrán miért nem tudok gyorsan mászni, mint az előző részekben. De lehet, hogy csak én vagyok béna, és áttették valami másik gombra a futás helyett. Vagy a játék ilyenkor tölt sútyomban egy kicsit, nem tudom. Na, az a jó ember, az most ott elment. Én meg nem fogok utána menni. Itt vagyunk megint. Kicsit befutok, hogy megint jöjjön itt az öngyilkos merényből, aztán takarítson nekem. Jaj, ez mi volt? Na, ott robbant föl alatta. Ez mi a bánat, amivel engem megdobott? Miért füstölgök? Valószínűleg elég fogékony lehetek a tűzre, van egy ilyen sanda gyanú, lehet, hogy valami lőpor. Na, most elmúlt. Jaj, de sokan vagytok itt. Gyere, gyere, robbant. Á, nem volt jó, haver, nem volt jó. Azt kellett volna, hogy itt a pajtikat is magaddal vidd. Jaj. Jaj, ne már, Lici, ne. Most egy picit óvatos leszek, mert nem sokon múlik itt. Neked nem szabad, ez csak nekem szabad. Te ne így áll. Nem tesz jót a bőrödnek, kiszállít az alból. Na. Valamit lerakok, mondjuk a fákját. Oké. Ah, még mindig feltroll, nem már. Na várjál, cicuka, ez nem jó. Valami könnyedebbre váltunk. Ez nehezebb. Dark leggings helyett mondjuk valami... Tessék, ez egy könnyebb gatya. Ó, és még mindig fatroll van. Jó, nem baj, van még ennél is könnyebb gatya. Nem a sorcerer, nem a deserter. Hol a bérgyilkos gatya? Tessék. Ah, oké. Megint tudok gurulni. Ez a hosszú élettitka. Kicsit mondjuk korlátoltan gurulászom, de... Jaj, de kancsán célzok. Ah, most elég volt, mert kapott egy headshotot. Nem kellett neki három nyíl. Be wary of right. Ah, ott áll a kis drága. Aha. Hát most mellé ment, cicuka. Ja nem, nem ment mellé, tökre eltalált. Ez nem jó. Valószínűleg addig nem nagyon kéne hagyni, hogy megüssön tűzfegyverrel, amíg így gőzölgök. Szia, Karez! Szia, Vegprince! Na, milyen sokan lettetek! Szia, Muki! Picit nem néztem oda, és hárman is megjöttetek. Ez az éjszakai stream, ahol az volt a nemes cél, hogy mi most covenantezünk, de valószínűleg Bloomnak volt igaza, és a Trocimnak nem megy egyszerűen az, hogy én itt egyszerre játszom, meg streamelek, meg ráadásul még az OBS-en rögzítem is. Majd még valamint ezen gondolkodok. Lelkecskéim, a lelkecskéim. Gyere, gyere, robbanj! Ó, nagyon jó, nem, megint nem talált előtt a szeméttól. Ezek miért sebeznek ekkorát? Úristen! De ilyen kis görcs az egész. Na, az egyikük letáncolt, nagyszerű. Na, jó van. Olyan ritka, amikor a játék a kezemre játszik, de most egy oda leesett.
Ott lent is van valami. Majd gondolom előbb-utóbb lejutunk. Ez mi, mik ezek a magányos ilyen szegecsek itt a tetőben? Igen, a Souls összehozza a gamereket. Mindenki szereti nézni, ahogy a másik bénázik. Na gyere, gyere. Tudtam én, hogy jössz, te személy. Aha, miért vagyok ilyen béna? Jaj, már, miért vagyok ilyen béna? Komolyan ilyen. Kínos nézni. Gyere, kukkanyjál. Fenébe. Voltam a béna, én voltam a béna. Oldalba kapott. Kurva élet. Bocsánat. Semmi baj. Semmi baj. God bless shortcuts. Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ennyit se kéne visszajönni, amennyit én itt vissza szerencsétlenkedem. Lehet, hogy még van egy ennél is shortabb shortcut. Nem, igazából nem látom, hogy még merre lehetünk. Oda inkább nem ugrok át. Na jó. Nem, akkor mégiscsak erre van az arra, és nem lehet ezt a férges fajtit megúszni, illetve talán, hogyha csak így elslisszalok. Ja, jó van. Lehet ilyet is. Azt írod, ezek az öngyilkos? Aj! Azt mondja Rotten, Klári B meg! Karez, ilyenek vannak a DMC4-ben is. Tiszta gáz, de nekem a DMC4 kimaradt. És ez azért különösen kínos, mert... én nem tudom hány éve a polcomon ült. Tehát még a HD kiadás előtt én megvettem. Mert gondoltam, milyen jó lesz az nekem. Amúgy halálbéna vagyok a hogy hívják okkal is, a hack and slash játékokkal. De valamiért én úgy gondoltam, hogy ez jó lesz. Én meg a DMC4. Nem, igazából nem erőltettem azóta se. Húvek Prince, te vagy az élet császára. Egyik monitoron játszod a DS3-at, a másikon megnézed. Ez már ilyen túladagolás gyanús nekem. Nem jó, még mindig füstölök. Ó, Istenem, gőzölgök itt, mint a reggeli kávé. Közben megnézem, aha, ezt ki se lehet nyitni. Jó, akkor legalább megnyugodhatok, hogy jó felé megyek, mert egyéb opcióim nincsenek. Na, elég már. Gőzölgök, mint a... Nem áll. Most milyen lett volna, ha meghalok? Szerintem itt élőbe kaptam volna idegösszeomlást. De itt is jönnek. Nem áll! Várjál már, csak azért táncoltam oda be. Még itt is fognak jönni. Na, viszont magával vitte a... Ja nem, csak saját magát. Jó. Már. Én miért vagyok ennyire béna? Egyébként föl kéne vennem valami olyan ruhát, amiben egy kis fire resistance-em van, vagy olyan érzésem. Ez nagyon tragikus, amit itt ma este művelek. Na nézzük csak a... Opa. Ezeket a páncélokat. Tessék, a Fallen Knight Armornak kapásból jobb a tűzellenállása. Csak arra figyeljünk, hogy maradjunk meg a... Maradjunk meg az ideális súlyoknál. Most csak itt azért scrollolok végig a cuccokon, hogy azt nézzem, hogy van-e esetleg kesztyű, aminek jobb a tűzellenállása, de nem. Hát akkor maradunk így. Oké, a Fetrol az még nem aktiválódott, helyes.
őt ott már ismerem. Hova lett? Mi? Egy pillanatra nem figyeltem. Hova lett? Ajna már, most ha ezen fog múlni, hogy kinyúlok-e, akkor pipa leszek. De nem, egyáltalán nem látom a kis tolvajt. Oda, pont oda, igen. De azért még jól eltalált előtt. Egy kicsit megint átsorgok. Azt írott Tenderiel, hogy leesett. Hála a jó égnek. Ebben reménykedtem én is. Azt írod... Karez. Ja, ilyen elektromos, karmos démon, aki az élete végére rage módba kapcsolva neki. Neked esik, és ha elkap, fél HP-dat lerobbantja. Jól hangzik. Biztos imádnám én is. Jó, nem érdekel most a lelke mindennél fontosabbat. 14 ezer lélek van rajta. Ez annyira már nem szar. Abból még kijön egy szintlépés. És ezek a kis görcsök meg csak 99 lelket érnek a menőgyűrűmmel. És közben meg rohadt nagyot sebeznek. Nesze. Ó, Troll Axe. Eddig csak hogy hívják, hogy volt ilyen sityakom tőlük. Na. Micsoda banja. Ne már! Rálokkolni nem tudok még. Na, csak összejön. Lehet, hogy nem megyek oda közel, és akkor ők se jönnek elő. Na, te már ide lejöttél nekem. Kíváncsi vagyok. Na, senki? Senki? Ez mi volt? Mi hangok jöttek. Ha? Ott! Jaj, az első mondom, hogy nyilvesszőket hallottam. De nekem ez gyanús. It's a trap. Egy ijesz, két ijesz, három ijesz. Valami bűzlik Dániában. A Dark Souls 3-ba, de hát üssük, amit csinál, lejövök aztán. Elintézzük titeket. Jaj, na, már ott készül emberünk oldalról. Szép diszkréten sebben szúrni. Na. Kevés a stamina. Tudsz ilyet? Ez picit veszélyes volt most. Annyira nem vágytam én erre. Azt mondod, ez egy Blizzard easter egg? Na tessék, én ilyen műveletlen vagyok, hogy nekem ez nem esett le, hogy a Thrall baltája az egy Blizzard easter egg. Ezeket a kis furcsa tolvajszerzeteket hívják Thrallnak, ha jól... Ó, várjál, tudtam, már észrevettem, amikor alámentem, hogy ezek jönnek. Annyira obvious trap volt, hogy mégis felültem. Ki akartam jelölni, erre megfordultam. Ezek a kis szemetek mekkorát sebeznek tényleg. Na, többen ne ugorjatok rám. Jaj, ráadásul csak ilyen hülyeség. Azt se tudom, mi ez a Red Bug Pellet. Ez talán ilyen... Hogy hívják? Ezzel gyújtom meg a fákját? Vagy nem, ez nem az. Ez más. Hol ez a tárgy? Most esküszöm, nem is látom itt az inventory-ba, mi ez. Na mindegy. Van egy csomó tárgy, amit soha nem használok Dark Souls játékokba. Látszik, hogy nem PvP-zek eleget, mert akkor tuti rá lennék szorulva. Na, itt meg zajlik a hittanóra. Doginőt, ne.
akarom. Nem. Akarom. Ők se olyan borzasztóak, csak ahhoz képest mennyi súly felesleg van rajtuk, meglepően agilisak. Elkezdi itt a fénykizéket. Mondta, hogy come to me. Nyomon akart vágni az arany oldalakkal. De ezt a come to me-t, ezt úgy mondjad, hogy így, nem tudom, akarjál megölni. Oh-ho-ho! Csodálatos hangjai vannak ennek az ellenfélnek, egyébként nagyon jó. Egészen addig, amíg ki nem nyír. Na most, gyerünk. Az anyádat, azt, meg a meleg ölelésedet tartsd meg anyádnak. Eregesd a fingjaidat. Jó van, tudod? Nem is egy nehéz ellenfél, miért? Szakadok ennyi. Na, szörnyű. Fegyvert kéne fejlesztenem. Csak most ilyen, nem is tudom, válságba kerültem, hogy a... az Uchi katanát már nem nagyon akarom tovább fejleszteni. Mert hogy Malleusztól kaptam egy tök jó katanát, és inkább azt kellene. Csak 24-es dexterity kéne hozzá, ott meg még nem tartok. Hiszem 20 dexterity-n van kb. De most már van rajtam egész szép mennyiségű lélek, úgyhogy ha én innen még élve visszajutok valami bonfire-höz. Undead Hunter Charm. Whatever that is. Na az mi? Légy színe, most invédeljetek, amíg én megkeresem. Ja, ez amivel... ez jó. Amikor invédelnek, meg lehet akadályozni, hogy a másik Estus-t igyon, csak hát sajnos magadat is megakadályozod vele. Aha, és itt van ez a Red Bug Pellet. Ja, és ez meg a tűz sebzés ellenállást növeli ideiglenesen. Akkor nem véletlen, hogy ezen a területen ennyit dobálják az ellenfelek. Viszont nekem az gyanús, azt mondod, hogy még nem erősítettem meg az Estus-t. Tök sokat gondolkoztam rajta, hogy azt hogy kell és kinél kell. Azt a Shrine Maidennél tudom megcsinálni, mert hogy a... ugye most a Kovácsnál lehet az Estus-t kérincselni, és nála még nem volt olyan opció, hogy én az Estus-ommal bármit is tudjak csinálni. Azon kívül, hogy adtam neki a sardokat, és egyre több lett. Úgyhogy most nyugodtan avassatok be. Nézzétek, megőrült a fizika. Táncot jár az egyik ilyen... nem is tudom, tömjén... tartó, vagy füstölő, vagy jó ég tudja, hogy micsoda. Nekem így gyanús, hogy miért ért itt véget ez a helyszín. Biztos, hogy itt még kéne tudni tovább menni. Valahogy oda le kéne jutnom. Erre. Aha. Hú, az ott egy erősebb figurának tűnik, aki ott sántikál felém. Ide meg tuti át lehet ugrani, és még oda is föl lehet menni. De... ismerve, aha, mert ott áll egy ellenfél, ismerve az én ugrási képességeimet, ezt most inkább nem kockáztatom meg 18500 lélekkel, hanem baromi jó lenne eljutni egy bonfire-ba, most már belátható itt belül. Jó, jó, ez a csontváz úgy van felöltözve, mint valami püspök, vagy nem tudom. Ilyen díszbe öltözött pap. Ambush a head, hát igen, az látszik mondjuk a terület kialakításán, hogy itt olyan gyanúsan, ja persze, nyilván föntről fognak leugrálni. Jaj, már hallom a hangokból, hogy sokan vannak. Anyád. De jó, amit benne vagyok az animációban, addig védette az animáció. Most jól megmondtam. Szóval a backstab animáció bevédte a seggem. Jaj. Nem!
Részesen fogy az esztuszom. Nyilván, ha ügyesen játszanék, nem találnának el ennyire. Püspök falat. Hát, ja. Be wary of mob enemy. Remélem ennyi volt, és nem több. Ó, oh, még ott lóg. Egy. Kettő. Hát kettő minimum. Gyere, te kis szemét. Őt így be tudom lokkolni? Aha. Gyere anyám, gyere. Olyan kis Évi, alig bírja el azt a kardot. Soul of a nameless soldier. Na jó, reméljük, hogy ennyi volt. Ó, a halottak linkjeit kell elégetni a nem bírok beszélni. A fire... Hol a kommentet elmaradtam. Fire link shrine-nál, igen. Jó, kicsit lassan forog a nyelvem is, meg az agyam is. Ah, ne már, hozzáértem. De legalább fölrobbantotta magát, ilyen előzékeny. Én meg itt gőzölgök. Ha a következő bonfire-hoz érek, esküszöm, hogy visszamegyek a Firelink Shrine-hoz. Én hülye vagyok. Nem tudom, minek aggróztam be úgy, hogy még füstölök. Na, tej már le, tej már le. Jó. És akkor megerősítem az esztuszomat is, ha legközelebb arra járok. Tök jók ezek a szobrok, kicsit ilyen Lovecraftesek. Oké, nem kicsit, nagyon. Most olyan Bloodborne vibe-okat érzek, mintha. Csak hál' Istennek annyira nem viktoriánus azért a környezet, hanem így ügyesen egyensúlyoz a közép, kvázi középkor, meg az ilyen barokkos. Ez most jobban fájt, mint akartam. Mert hogy például az előbb ez a Dagi néni, vagy Dagi mami, akit próbált engem lenyilazni, vagy lenyilazni, nyakon vágni az arany oldalakkal, meg ilyen elég érdekesen rám nyomulni. Ő neki például ilyen elég jellegzetesen olyan reneszánszos, vagy dehogy inkább ilyen barokkos szerkója van. Tehát én nem is tudom, az első Erzsébet angol királynőnek voltak ilyen hatalmas odrok a nyaka körül, mint nekik. Tehát ez már annyira azért nem középkor. Bár mondjuk sose volt. Tehát mindig egy kicsit ilyen keverék volt. Inkább ilyen, nem is tudom, 17. század, vagy hogyha így próbálnám elhelyezni valami történelmi korszakban a Dark Souls-t, amit ugye nyilván nem nagyon lehet, mert hogy a mágia, a sárkányok, vagy a csomó ilyen dolog eléggé lehetetlenné teszi eleve. Vah! Szemét! Hagyjál már! Nem látod, hogy nincs staminám? Grave Warden. De ez nem is Grave Warden, ők teljesen máshogy néztek ki az előző részbe. Remélem, hogy senki nincs itt. És ennyi volt. Nekem ez gyanús. Nem akar már jönni egy bonfire? Tehát most már komolyan, már milyen messzire eljöttem. Nagyon édes ez az RK, vagy ilyen... Na, tessék, megjött az erősítés. De nem nagyon vesznek észre. Na, ezek Grave Ward... Nem, ezek se Grave Ward, de... Gyere, ugorjál! Nagyon jó, ügyes vagy. Ez jó volt. Gyere, te is! Gyere! Ez milyen jó lett volna, hogyha az előbb mondjuk így egyszerre a... Harry Potter korszak. Igen, egy kicsit ilyen Harry Potter korszak végül is. Baglyok helyett ilyen... Nem tudom... Furcsa izék ülnek itt az oszlopon. De ja, kicsit ilyen... Tényleg ilyen Roxford
feelingje van most ennek a helyszínnek. Gondolom ez a rész úgy volt kitalálva. Ambush ahead. Na már, hát most is ambush volt. Hagyjatok már, mert nincs elég esztuszom. Hát gondolom úgy van kitalálva, vagy úgy volt kitalálva, hogy itt ez a két kardos muki mászkált. Nyilván velük így egyszerre, aki hülye, neki áll verekedni, és akkor közben ez a két robbanós fazon meg még becsatlakozik. Lehet, hogy az ambust erre a két ilyen spontán öngyulladó emberre értették. Az tök jó lenne. Ó nem, ott azért elég nagy az ambush. Be wary of left. Ah, hellóka. Ott arra úgy látom nem megyünk. Ott messze sokan vannak egy kicsit. De ott maradsz. Ott az nem jó. Ők ott mit csinálnak? Vegyünk valami tömegoszlató eszközt. Nem. Én most nem akarok. Valaki erősítsen meg, Azkaban szólsz. Harry Potter the Dark Souls game. Elég érdekes lenne. Elég egyedi crossover lenne, még Japánhoz képest is durva. Valaki erősítsen meg, hogy lassan most már lesz egy bonfire. Vagy hogy ez az a kapu, amit a másik oldalról láttam, és most ugye nem egy arénába megyek be egy buszhoz. Jaj, ne, back, vissza, nem, fúj, nem. Nagyon jól néz ki, de biztos vagyok benne, hogy... Vagy nem. Jaj. 21 ezer lelkem van. Ugye nem megyek bele egy boss arénába. Jaj, de félek. Jaj. Miért nincs itt egy rohadt bonfire? Jaj, ez nem az óriás az intróból az egyik Lord of Cinder, vagy ő még csak hasonlít rá, és ez valaki tök más. Elfelejtettem, hogy mi a neve, van egy óriás a bosszok között. Mondjuk nekem így adná magát, hogy ez itt ő, mert ez eléggé bosszarénásan néz ki itt lent. Amit talán, nem is tudom, Bloom, vagy valaki kommentelte a minap Mackó, vagy dehogy Mackó, Dragnek a streamje alá, hogy híres utolsó mondatok, ugye a Dark Souls-ban. Ez úgy néz ki, mint egy boss room. Ó, Vec Prince azt mondott, hogy nyugodjak meg, ez egy troll, mondja. Megint nem bírom elolvasni a nevedet. Little Brown. Ambush ahead. Na hát tényleg, sose jöttem volna rá. Viszont a jó ég áldjon már meg valakit, aki ezt a játékot tervezte, hogy most soha nem lesz már bonfire. Én most arra nem megyek el, mert ott nem úgy néz ki. Azt mondod, Tendariel, amúgy a toronynál, ahol a leesős teszlek süveges békák voltak, plafonon elhagytam egy lépcsőt felfelé? What? What? Visszamegyek. Megnézem. Ott egyébként mást is elhagytam, tehát ott volt egy fölfele vezető út, ahova át kellett volna ugranom, de oda én nem mertem átugrani. Ó, ja vagy te erre gondoltál? Ó. Köszi, én most tök másra gondoltam, egy jóval korábbi helyszínre, de köszönöm. Erre nem figyeltem. De ha ők úgy látom innen ugráltak le. Ja igen, én meg most itt erre az előttem lévő valamire erre akartam átugrani. Nézd csak meg, arra is át lehetne ugrani és oda még följebb menni. Csak van ezzel egy kis bibi. Még pedig az, hogy én meg az ugrás az... Nem, mi nem vagyunk jóban. Ó, nem jó helyen volt a vessző, csak én... Ne aggódj ilyenkor, én már nem tudok ilyenkor olvasni. Tehát, hogyha itt jobban megnézem, aha, itt van egy szakadék, de én szerintem oda simán át tud ugrani a karakter, csak én nem merek. Mert ha most itt meghalok 21 ezer lélekkel, akkor én a kardomba dőlök, komolyan mondom. Akkor napokra abba hagyom a játékot. De segítettél egyébként, úgyhogy köszi. Tehát én nem vettem észre, hogy ott volt egy lépcső. Jaj, itt nincs semmi.
kezdem untatni magamat, titeket meg nyilván még jobban. Na jó, összeszedem magam, irány előre. Ez mindig jobb, mintha hátra mennénk. Megpróbálok itt erre elmenni, annak reményében, hogy... Azt hittem, majd valaki a plafonról rámugrik. Hogy valahol lesz itt talán egy bonfire. Milyen izé szívós ez a takony. Plafonon nincs, úgy várnám, hogy a nyakamba essen a plafonról így a Dark Souls 1-es csatornás élményeim alapján. De itt nem látok semmit. Jaj, de gyanús. Gyanús, ahogy oda az a tárgy ki van rakva. Szinte futni akarok érte, de valami itt lesz. Ugye ez ott tényleg csak egy szobor. Olyan életszerű. Dual charm. Ez mi? Ah. Special effekteket kapcsolja ki a környéken. Az nem tudom mire jó. Varázslatok? Lehet, hogy az ilyen boostokat. Sőt, biztos. Na gyere már ide. Hogy hívták? Tudom, hogy hívták az apád. Nem bírok már normálisan idézni a bakter... Indul a bakterházból se. Ne suhogtassál nekem. Mit szeretnél? Mi van nála? Egy gyertya tartó? Ja nem. Ez valamilyen furcsa kereszt. Vagy nem tudom, ilyen hármas... Trident-szerű arany valami. Nézzétek, nála is ugyanaz van. Jaj, bocsánat, én nem akarom trombolni a terepet. Amúgy én katolikus iskolába jártam, de ott nem volt ilyesmi. Tehát ez a, ahogy a From Software-nél képzelik a nem tudom, egy templomot, vagy egy katedrálist belülről, most éppen azt látjuk. Tehát ilyen ördögtől megszállott csontváz papok, meg én nem tudom mik. Jó van, itt úgy látom, nincs semmi. Egy rohadt bonfire-t most már az ég áldjon meg titeket. Hát egy darab esztuszom van. Itt... Ó, nézzétek. Az ajtó fölött nincs. Eszem a kis szívét annak, aki ezt ide tette. Szóval... aha, ott van egy lefelé vezető út, és ő ott ugrott majd a fejemre. Abból te nem eszel. Nem fejezem már be a mondataimat, kicsit inkoherens vagyok, de elmondhatatlanul stresszel a tudat, hogy nincsen több esztuszom, és még mindig nem találtam egy rohadt bonfire-t. Most már ez itt sokáig nem mehet tovább. Shortcut. Yes, please. Yes. Kérlek, vigyél vissza oda a központi terembe. A legelső bonfire-höz. Van egy kis könyörület bennetek. From Software-es fejlesztők, akkor most oda visztek. Ez hol van? Ez hol van? Én nem hiszem, hogy itt jártam volna eddig. Ez most valami olyan shortcut, ami engem új vidékre hozott. Vagy nem. Vagy lehet, hogy teljesen hülye vagyok. Itt gyanúsan össze van törve minden. De még egyelőre nagyon nem tudom hova tenni. De itt egy ajtó. Kérlek, vigyél vissza ide a központba. Ah, ez az. Na, erre gondoltam, hogy ide visszahoz. Istenem, végre. Gyorsan visszamegyünk. Szintet lépünk, és az esztuszon is erősítünk. Egyébként tiszta hülye vagyok, hogy magamtól nem jöttem rá, hogy a szentek csontjait kell elégetni a tábortűznél, mert hogy hát pontosan ugyanezt, aha,
Born vagy Burn Undead Bone Shard. Pontosan ugyanezt kellett csinálni már a DS2-ben is. Amivel ráadásul most játszikáltam az elmúlt hetekben. Na jó, gondolom ennyi elég lesz. És akkor most kizárólag Dexterity-re pakolunk. Welcome home, Ashen. Speak. Kicsit egysíkú. Then touch the cake nourishment. De hány Dexterity van? 21, 2, 3. Már csak egy kell. Egy kell, és fogom tudni használni azt az igen. Igen, kellemes fegyvert, amit Malleus-tól kaptam. Meg is mutatom, ha rájövök, hogy melyik az. Igen, Bloodlust-nak hívják, és a Moundmaker Covenant-ben, hogyha 30-szor invédelsz, akkor jár ez a nagyon menő fegyver, ami egy ilyen elég felturbozott katonának tűnik, úgyhogy én most az Uchi katonámat azért nem fejlesztem. Pedig igazából bőven tudnám, hiszen van ilyen alapsárd dögivel. Azért nem fejlesztem, mert hogy spórolok. Spúr vagyok, spórolok erre a nagyon spéci katonára, amiről aztán lehet, hogy kiderül, hogy nem fekszik majd annyira, mint az Uchi katona. Egyébként ugye az Uchi katona, amit itt már a játék legelején meg lehet kapni, vagy hát az túlzás, hogy meg lehet kapni, egy kicsit azért meg kell dolgozni érte az Old Swordmaster nevű NPC-nek a legyakásával. Az egy baromi jó fegyver, tehát én nem egy Dark Souls-t vittem végig csak az Uchi katonával, tehát itt szépen plusz 10-ig fölnyomtam. Ups. Hello. Léci, legyél NPC. Nem. Nem vagy NPC. De most miért csinálod ezt? De ne már, bébike. Jó, erre nem megyünk. Ah, köszi, hogy felsegítettél a lépcsőn, tényleg te. Én kedvesen visszalökött, hogy nem erre te barom, arra. Pedig amúgy úgy hajt a kíváncsiság, majd ha jaj. Ha nem közönség előtt játszom, akkor szerintem... Akkor szoktam ilyen halálfutásokat csinálni, nagyon jól szokott nekem működni a dolog. A nagy mocsárban is más se csináltam, mint hogy fel alá rohangáltam, mint egy idióta, és mindenféle tárgyakat összeszedtem. Na. Jaj, ne már. Megint itt van anyu. Nem lehet kasztebelni? De egyébként milyen jó izé, kondiba van. Nem, ezt még egyszer nem játsszuk el. Na, most egész egyszerűen lement. Deep Gem. Itt semmi más, itt csak ki lehet kukkantani. Aha. Hát jó. Akkor ez csak egy ilyen mellékes szoba volt. Akkor vissza. Akkor mégiscsak arra kell menni, amerre ez a kedves óriás csápol. So deep, igen, too deep for you. Azt mondja Bloom, a DS3-ban valamivel gyengébb az a katana, amit az elején kapni, mint a többi részben. Ja, az Uchi katana? Hát, az kár. Én egyébként annyira nem nézegettem meg a statjait, tehát most is az van nálam. És... Hát egyelőre csak plusz 2-es, úgyhogy bőven lenne most már mit fejleszteni rajta. Próbáltam itt ráérősen kocogni, annyira nem volt jó ötlet. Nem már, hát... Úristen. Üsd a gyököm is. Jó. Ez nem annyira működött most. Elbuktam egy jó 6000 lelket. Na mindegy. Az annyira nem sok. Azért még nem borulok ki. Szerencsére a shortcutot már megnyitottuk, úgyhogy... Elég gyorsan visszakevergünk. Hoppá. Azt nem tudom, hogy ő vele ott
Jaj, ez is milyen jó lett volna, most itt belesprintelek a lukba. Nem egyszer haltam meg így korábbi részekben. Hello! DVM a házban. Ezt jól látom egyébként, hogy 4:12 van. Hopika. Akkor már annyira sokáig nem kéne ma nekem itt játszikálni. Mert hogy holnap van, tudom, ez ilyen elhanyagolható körülmény. De most megpróbálok. Na, jó, még nem vert agyon. Lekopogom. Ó, Lloyd's Ring. Hogyha? Úristen. Na, jó van már. És hogy egész beállok a sarokba. Lőnek is rám. De egy kedves. Jaj, te ide be tudsz nyúlni, hát barátom. Hát, na de kérlek, hát ez... Aha! Miért? És ott volt már a folyosó. Na, legalább téged is agyonvert, van igazság. Igen, már elmúlt 2 perccel. Negyed, sőt már 3-mal, mikor ezt a kommentet olvasom. Jaj. Na már nagyokat ásítozok, csak ebből jöttem rá, hogy valami nem stimmel. De hát persze, ugye ma eleve Dregnek a 8-ra beharangozott streamje után, ami ilyen 8:45 körül, vagy de hogy 8:10 körül ért véget, és én utána egy fél órával kezdtem el streamelni. Egyébként tényleg ne haragudjatok, hogy az oldalon beharangozott PvP és Covenant-es tartalomból végül kb. Semmi nem lett. Egyetlen egy Jolly Cooperation-t leszámítva. Amikor is... Na, ide is bejövök. Mondjuk ide is bejövök. Hellóka. De nem már! Hát, na, akkor már összeszedem ezt is. Nem érte meg. Jó, van még egyet rám. Pingik is. Ah, még lőjetek is rám, igen. Ó, figyelj, a hullás, hogy bejött. Na. Ez volt a titka. Nem tudom erre miért nem jöttem rá, amikor ez a játék másról sem szól, mint hogy ész nélkül verni kell a gurulás gombot. Ó, itt meg ilyen érdekes kalapáló hangokat hallok. Fatty ahead. Ja tényleg ez a duciknak a pálcája, vagy hát nem pálca, nem tudom mi, ez a bazi nagy fegyver. Az ad ilyen hangot. Ne etesd a trollt. Aj nem, már megint itt vagyok. Ugye ide nem jön az óriásnak a keze. Jó, hogy én barom állat, elkezdtem itt nézelődni. Azt hittem nem vett még észre. Ez de rossz volt. Na, legalább kapott egy backstabet, de nem sokat vett le az életéből. Ez milyen fegyver, ami ő nála van? Azon kívül, hogy bazi nagy. Nem gyenge. Kíváncsi vagyok, hogy ők ezt vajon droppolják-e, vagy farmolható-e. A sapkáját már megkaptam az egyik ilyen némbernek. Ja, idáig nem is ér föl az óriás. Na, kis segdugasz. Persze mindjárt elkiabálom. Ó, nézzétek, ott vannak a lelkeim. Hát én oda most nem megyek vissza. Ó, hogy az óriás verne agyon. Várjunk csak. Ott lehet, hogy nem véletlen, hogy... Na. Ki lehet oda menni. Dude. Nem, ezt itt nem lehet összetörni. Azt hittem, oda ki lehet menni a szélső peremre. Jó, hát én azt a 6000 lelket most ott hátra hagyom. Ne ijesztegessetek... Ja? Ne ijesztegesselek titeket? Te is megijedtél? Hát én teljesen összecsináltam magam, csak...
Már elég jól tudom leplezni az ilyet. Ez a tanárnő szörny. Kikérem magamnak, én voltam tanár, de... Én nem voltam ilyen. Viszont ott lóg egy ilyen... cucc. De mondjuk, ja, mondotok valamit. Tehát nekem volt egy földrajz tanárom, akitől rettenetesen féltem. Csak úgy hívtuk, hogy cápa. Na, ebbe. És a cápa egy időben iskolaigazgató. Ne! Elnézést itt a random sikolyokért, nem akartam lejönni ide. Cápa még iskolaigazgató is volt, és elég hasonló volt ehhez a nő személyhez. És emlékszem, ilyen, nem is tudom, 11-2 éves lehettem, de egy életre szóló traumát okozott nekem azzal, hogy jaj, ne, nem akarlak. És feleltem nála földrajzból. És a nap alapvetően ilyen kis szorgalmas, meg jó, jó szándékú gyerek voltam. És hát ilyen nagy, nagy lelkesen ott, persze féltem tőle, mint az állat, de nagy lelkesen előadtam a, nem is tudom, óceáni éghajlatnak a jellemzőit, vagy valami ilyesmiből feleltem, és akkor mondtam neki, hogy a... Ott nagy izgalmamban azt hiszem nem azt mondtam, hogy a nyár hűvös, hanem valamilyen hülyeséget, hogy a nyár langyos, vagy nem tudom, és akkor erre így elkezdett üvölteni velem, hogy tudtam, hogy mi még. A lábvíz langyos, fiam! Nem az! Na mindegy, szétoltott, és utána járnom kellett hozzá, nem tudom én mennyi időre, korepetálásra, és gyűlöltem egyszerűen, ott rettegtem, és vártam, hogy legyen már vége. Ne röhögjél! Jaj, de szép állat vagy. Na mi volt benned? Deep Braille Divine Tome. Braille, ez ilyen vakírásos mágia? Vagy ez nem olyan? Na jó, nem trollkodok. Itt úgy látom, más nem is volt. Ezt a tómot meg majd elviszem a... Van egy ilyen kis jóképű NPC, aki egy sorcerer, és kérte, hogy a sorcerikért cserébe, amit ő megtanít nekem, vigyek neki mindenféle tómokat. Elég barátságtalan egyébként, kicsit ilyen pokróc karakter. Azt mondod, az a láda az Adventure Time-ból van. Hát lehet. Ó, viszont ide visszajöttem. Mi nagyszerű. Ott lent masírozik ez a tag. Mondjuk, ahogy elnézem, előbb-utóbb úgyis le kell mennem hozzá. Be wary of above. De hát ez... Ja, ott. Igen. Ott is van még egy... takony. Na. Miért kell ezek a ilyen sütés? Azért, mert nem fejlesztem az ucsigatanát. És kaptam egy miracle-t, ez a Sea Guidance, ez gondolom valamilyen világítós varázslat. Egyébként majd előbb-utóbb a miracle-jaimre akarok rágyúrni, hogyha meglett a 24 dexterity. Mert hogy a miracle-ok azok mindig jók. Ja, és milyen izé itt megállt pont alattam. Pontosan tudja, hogy itt vagyok. Kérdezed, hogy a vakcsaj NPC-m nincs-e meg? Úgy érted, van még a Firelink Shrine Maidenen kívül is vak női NPC? Ajaj. Hú, hát ő már itt akcióra készen áll. Mert ha van még vak NPC, akkor nem, akkor nincs még meg. Na jó. Ideje megküzdenünk, mint nő a férfival. Jaj, de nem tetszik nekem ez a tag. Olyan nagy. Nagy darab. Jaj, volt a Dark Souls 1-ben a szintén ilyen templom helyszín, ha emlékeztek, egy ilyen nagy pajzsos ellenfél. Meg ott ilyen iszonyat mobok voltak, én tőle is annyira féltem, és általában ilyen nagyon aljas módon elcsaltam. Hogy
ne kelljen szemből szembe jaj! Konfrontálódnom vele. Mi, valaki dobál, vagy ő eregeti ezeket a felhőket magából? Na, 605 lélek, az nem is olyan sok. Akkor ez még különösebben nem is volt egy erős ellenfél, hanem majd számíthatok rá, hogy ezek néha többen is jönnek. Kicsit körbenézünk. Ó, mintha itt se lettem volna még. Nem? Nem ugrik a fejemre valaki? Mik ezek az ilyen furcsa, nem is tudom, oldalkápolnák, amik itt vannak? Ja, hülye vagyok, de hogy nem voltam itt, jó. Csak átjöttem az oszlopok alatt, azt hittem, hogy valami külön szobába jöttem be. Na, nem baj. Közben azt írod, Muki, hogy a második boss előtt anyókát, aki a bannert adja, érdemes megölni, mert elvileg akkor fel lehet mászni a létrára. Ja, igen, igen, ott a... azt néztem én is, hogy a... ott a Vort, tudjátok, a Vort, aki őrizte az északi kaput, és vele az átellenes irányba ült egy ilyen öreg shrine maid, vagy egy ilyen fire keeper, vagy nem tudom én minek hívják, aki odaadta azt a bannert, amivel át lehetett repülni utána a High Wall of Lothric-ból az Undead Settlement-re. És azt én is kiszúrtam, hogy ott a feje fölött van egy létra, de én nem öltem meg. Jaj, gyerekek, ez nem egy boss szoba, vagy már ne legyek ennyire paranoiás? Úristen, mi ez? Jézusom, mi ez? Anya! Anya, miért? Mi a szor ez? Nem érdekel. A játék engedi. Én ezt most innen lenyilazom. Én be nem megyek oda. Ez ilyen troll módszer, tudom. Nagyon aljadék. De majdnem rám ugrott. Figyeltétek, milyen reflexekkel kijöttem onnan. Mi a jó Isten? De komolyan, ennek ilyen... Mi van a száján? Azt nézd, van cica majusz, vagy? Össze van neki ott varva? Azt mondja, nem is láttam, hogy hány lelket ért pontosan. Remélem több már nincs belőle. Aldrich. Aldrich is Sapphire. Aldrich, ha jól emlékszem az intróból, az egyik boss. Viszont ez nekem gyanús, hogy quest item. Itt a banner egyébként, amiről szó van. Ez a Small Lothric banner. Még nem sikerült lenyomnom a nénit, azt egy kicsit túltolták oda az elejére. Én nem próbáltam megölni egyelőre még, majd lehet, hogy később visszamegyek. Szokták mondani, hogy a New Game Plus előtt érdemes végig gyakni a... Ó, ezt a gyűrűt sem néztem meg. Boost attacks, mert HP. HP is full, olyan nekem úgyis ritkán lesz. Hova tűnt ez a valami viszont, amit fölvettem? Milyen szép kék lelke van a Crystal Sage-nek. Hát én nem tudom, hogy ez most mi, amit felvettem, nem találom. No mindegy. De gyanítom, hogy valami továbbjutáshoz szükséges tárgy. És itt úgy látom, más nincs is. Tehát ide el kellett jönnöm, hogy ezt fölvegyem. És ez itt ennyi volt. Jó. Idegesít, hogy nem találom a tárgymenübe. Azon gondolkozom, hogy itt más akkor nincs is, ugye? Itt oldalt ez megint csak egy... hogy hívják volt? Zsák utca. Ja nem? Nem. Hol vagyok? Úristen, mi ez? Na ez, itt nem voltam egyáltalán. Ez valami boss aréna. Itt még nem jártam. Jaj, nem! Jaj, ide fingott. Szobor fingott? Ez egy csapda volt? Nézzük csak. Aha, igen. Ja, ezt gondolom ilyen fegyver elrohasztó trutyi.
Ó, ti ebbe a takonyba közlekedtek? Garantáltan mérgező, ha belemegyek, úgyhogy aha, igen, itt is bedobta a fink felhőt. Itt is potyog a kis tiefling. Az óriás az nem, itt ilyenkor csak ott, nem tudom, alszik. Az egy gyűrű volt? Nem, lehet, hogy igazad van. És tényleg? De jó, köszönöm. Több eszed van sokkal, mint nekem. Recovers focus point from critical attacks. Hú, ez tök hasznos, ha valaki használja a manát, vagy focus pontokat, mondjuk mert varázsol, vagy sokat használja ezeket a speckó támadásokat, akkor ez egy nagyon jó gyűrű. Én most nem veszem fel, mert olyan sokat őszintén szólva eddig nem használtam a fókuszált támadásaimat, pedig kéne, valószínűleg majd lesz egy boss fight, ami erre rákényszerít előbb-utóbb. Ezt a játékot ismerve. Jézusom, itt is van egy óriás. Itt, ott, amott, nem ár. Itt egy gomb. Ez látszik, hogy egy gomb, arra nem állok rá, az tuti valami csapda. Ott gyanúsan sok a felvehető szar körülötte. Úgyhogy oda most nem megyek. Viszont... nincs itt valami létra. Ott a vízben van mindenféle ellenfél. Úristen, milyen monumentális ez a helyszín. Kicsit kezd unalmas és leülős lenni a stream, tudom. Lassan lehetem, hogy abba is hagyom, pont azért, mert... itt most ahelyett, hogy valami boss arénát találnék, megint nagyon kinyílt a világ. Ó, léci, ez legyen egy shortcut. Mit nyitottam ki? Jahaj, 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 valakinek a hangját hallom. Jaj, tudom, hol vagyok. Igen, ez megint egy... hát nem shortcut, mert hogy ide nem tudok lentről följönni. Itt szedtem össze korábban a gyűrűmet. Lehet egyébként, hogy ott az óriásoknál már nem sok minden van, csak... szerintem megint a bonfire-höz vezet. Nem. Ez egy lift. Jó, mindjárt megnézzük, hogy ez a lift hova visz. Itt is van egy ajtó, mindent nyitogassunk ki. Á, igen. Igen, ez egy másik shortcut, nagyon finom, helyes. Szeretem a shortcutokat. Ez hova visz? Mi az a hely? Jaj, ez meg itt van. A... szintén itt a marhára az elején a tetőnek. Ezt most jól megmondtam. Mindegy, a lényeg, hogy én tudom, hogy hol vagyok. Ott van még arra egy kapu, amit nem nyitottam ki. Egy elég nagy kapu. Azt szerintem továbbra se tudom kinyitni, de majd biztos... ó, és itt megvan egy létra. Majd biztos előbb-utóbb azt is ki lehet nyitni valahogy, és akkor... még oda is el lehet jutni majd jó gyorsan innen. Na, szevasz. Újabb link. Deep ring. Ez jól hangzik. Ó, ez meg a mágusoknak jó. Az attunement számot növeli, tehát több varázslatod lehet aktív. Ó. Várjunk csak, azt nézem, hogy odafönt én jártam már. Szerintem nem. Itt megint el lehet menni egy olyan helyre, ahol még nem voltam. Tök jó. Jó, Istenem, annyira tetszik. Annyira tetszik ez a játék, hogy ennyi mindent lehet benne csinálni. Viszont ne haragudjatok, most nézem, hogy 11:30 is elmúlt, mindjárt éjfél van. Tudjátok mit, ilyen zárásként még ide följövök. De aztán én lassan... aha, igen. Lassan berekeztem ezt a mai streamet. Kicsit ilyen eseménytelen, meg boss fight mentes volt, meg egy kicsit én is álmos voltam.
Aztán majd valamit kitalálok arra, hogy... Na, hogy a Gengus proci mellett... ellenére hogyan tudom megoldani azt, akkor lehet, hogy ez lesz már a végszó, hogy tudjak PvP-zni, vagy akár kópolni, és azt esetleg streamelni is tudjam. Hát lehet, hogy akkor abból nem lesz majd ilyen visszanézhető YouTube verzió, mert mondjuk kikapcsolom az OBS-ben a rögzítést, és akkor lehet, hogy nem lesznek fagyások, és normálisan legalább élőben lehet majd normálisan követni ezeket a jó kis PvP meccseket. Hát köszönöm szépen, hogy ilyen jó késő este itt voltatok velem. Tényleg sorry, hogy még boss harc se volt ma este, csak egyszer neki mentünk annak az Abyss Watchernek. És aludjatok jól, remélem, hogy Drag pedig nem sokára megint jelentkezik az enyémnél egy kicsit előrébb tartó DS3 streamekkel, és nála majd láttok mindenféle izgalmas boss fightot, meg egyebet ott a játéknak a későbbi, vagy már majdhogy nem a végéhez közeli helyszíneken, és talán a technika se fog neki bekavarni. Aludjatok jól, sziasztok! Na, még egyet meghajlok itt is, még úgyse csináltam.